Akik a motorsó egyet követik az elmúlt pár évben a pár száz adás alatt, nem találkozhattak autóval, viszont aki az utolsó adásunkat látta, az látta, hogy egy kicsit elkurvultunk, ugyanis volt egy Porsche-nk a meglepkék felajánlásával. Nekünk majdnem az elég is volt, hogy autót látunk a motoros műsorba, autót fogadtunk vendégül, viszont a meglepkék azt mondta, hogy ha elfogadjuk, ahol hoznak egy durvább Verdát a Porsche-nél, ami szintén kemény volt, és most megérkezett hozzánk Levente a meglepkéktől. Szia Levi! Mit hoztál nekünk, mert ez már így becsomagolva is elég állatul néz ki. Autó különlegesség, annyit kell róla tudni, hogy 470 kg, 300 lóerő, ez a világon a harmadik leggyorsabb közúti autója, és nincsen benne, ugye ez a különlegesség, nincsen benne kibörgésgátló, szervókormány, ennyit kell róla tudni. Én kezdem sejteni, hogy ez az az autó, amit a Jeremy Clarkson a Top Gearben nagyon durván meghajtott, és így megnyújtott az arcát, és mondta, hogy ez hihetetlen. Valószínűleg ez az a kocsi. Mi ez az autó? Mi a neve? Ez az Ariel Atom, ugye ez a legfullosabb változat. A 300 lóerős. Csomagoljuk ki. Segítesz? Azt mondtad az előbb, hogy az autó fullos. Milyen lehet fullos egy ilyen kocsi, mert ránézek elég puritán. Hát a blokk az kompresszoros, így adja ugye a 300 lóerőt, ugye ez a utcaiba az a legkeményebb. A futómű 10 fokozatban állítható, a legjobb fejlesztése a Bilsteinnek az Ariel Atomhoz. Az Atomnak versenyfékei vannak, amit az Alcon gyárt, és csak melegen fognak. Hát ez elég jól hangzik, amiket elsorolt, és akkor én ezt ugyanúgy kenhetem, vághatom, mint a múltkor a Porsche-nek, amit hoztatok? Persze, remélem még jobban is fog menni. Hát ha beülsz mellém, akkor szerintem megint izgulni fogsz, mint a múltkor, hogy visszaérsz a munkahelyedre. Annyit kell tudni, hogy a Top Gearben láttam, hogy anno a Stig összehasonlította 50 nagyon fullos autóval vezetési élményben az Ariel Atomot. Abban volt minden régi Forma 1-es autótól kezdve, a világ legjobb szupersportautói, Lamborghini, Ferrari, Porsche, rally autóktól kezdve minden, ami létezik a világon, amit ők hajtottak. És a 10 pontos listán az utcai autók között a legtöbbet a Ferrari Enzo kapta 6 pontot, és az Ariel Atom kapta a 8 pontot, a Le Mans-i versenyautókkal volt egy szinten a vezetési élménye, és 10 pontot kapott valami fullos 3000 vagy 5000 lóerős dragster autó, tehát az elég jól fölhúzta ezt a Top Gear. Hát nézzük meg aztán, mi a pálya, ahol mit kell itt csinálni, mert látom, hogy millió bóját kiraktatok. Mi a feladat? Így van, a meglepkéknek az egyik Ariel Atom programja, hogy itt Kiskunlacházi reptéren ki lehet próbálni, hogy milyen nagysebességgel ezen a kis mini rally pályán száguldozni, csúsztatni az Ariel Atomot, szóval kipróbálni mindenféle menetdinamikai tulajdonságát. Akkor lehet pörögni, forogni, gondolom, majd mindjárt kiderül. Ki lehet próbálni, persze. Elég érdekes egy kicsit a jármű. Állítok 3 alatt van 100-on ez a gép. Először csinálunk egy ilyen egyenes futást, meg lehet, hogy arra elmegyek, hogy legalább lássam, hogy indul. Meg. Először kipróbálom akkor, hogy előbb beszéltük, egyenesbe elküldöm. Jó, hogy milyen ennek az ereje, mert ez nagyon durva. Nos, jön az, amikor az Ariel Atom, illetve a meglepkék megbánta, hogy odaadja nekem ezt az atomot. Én szétküldöm. Lehet? Mert. A Porsche-n is a szóltatom. Anyád, szó szerint, azt! Hallod, 180-an nyílik ki a száj, Kaptam fosztam, hogy lemegy a szemüvegem, esküszöm. Anyád, és ez még csak egyenes volt, hallod? Kiló 80-nak kanyarodtunk be ott. Két perc pihit kérek. Én nem vagyok az a... Nem vagyok az a kézremegő, és mindig én szoktam remegtetni, hogy hogyan remeg. Adrenalin van rendesen. Tartós teszt autótok? Tartós teszt autótok nincs? Hát neked nincs. Így figyelj. Anyád. Van ebből még egyébként? Hát van, de itt Magyarországon nincs. Tényleg? Nincs. Az hagyján, hogy egy darab van belőle itt Magyarországon, de nálunk bárki kipróbálhatja, hogy milyen az atomot vezetni, hiszen európai színvonalba kuriózomnak számít, legközelebb Angliában és Németországban van lehetőség a vezetésre. Az igen, az igen. És akkor ezt bárki, aki akarja, az belőle is tolhatja, mint az állat itt.
bárki, aki szeretné vezetni, az kipróbál. Mindig bárki, meg valaki akartam lenni, most az lettem. Na, én kipihentem magam, akkor meg kell csinálnom a bójakaput, így logikus ugye, hogy ami jön arra, mindig a legközelebbünk keresztül kéne valahogy átmenni. Hát kettő között igen. Megpróbáljuk becélozni. Motorról eddig sikerült két kocsi között, talán két bója között eltalálok autóval. Na akkor... Minden kanyar jön össze azért úgy, ahogy akarok. Hallod? Azt! Milyen? Nem én volt. Szabályosan rosszul lett. Kis technikai szünetünk, de most nem jól vezetek, vagy mi a bajod? De jó, de én azt hiszem, hogy kipattalok egy kicsit, sétálgatok. De tényleg? Tényleg, úgy érzem, szalú hogy muszáj. Hát, itt kormány mögött nem adja, mert én tudok miből kapaszkodni. Miért ötyöksz, vagy mi? Voltam jobban is. Tényleg? Mondjam, hát akkor most Levi nélkül folytatjuk. Egy-két kört, háromat még megyek, jó? Aztán majd visszajövök érted. Hát ez nem normális, elmentek otthonról. Na most mi történt? Ki műtött? Nagyon durva! Nem lehet összehasonlítani motorozással. Tehát azt, ugye azért hozták az autót, hogy mondjuk meg, hogy motorozáshoz képest az milyen. Ezt nem lehet összehasonlítani. Ez semmi. Az olyan, mint az űrhajó meg a porszívó között a különbség. Semmi köze ennek. Ez durva. Tehát motorral így nem lehet menni, hogy ennyire vadparaszt módon, mert ott elessel összetöröd magad itt meg. Azért ezzel lehet pörögni, forogni, és az erő... Elmileg, mit tudom én hányadik van? Másik, harmadik, negyedik? Tök mindegy, mert akár hányat váltottam, ráléptem a gázra, annyiszor indult el a hátulja. Tehát nem is megy egyenesen az autó, hogyha az ember egy nagy gáz, egy kicsit kanyarodás, nem érezd, hogy nincs szervó, az, hogy megáll az első kerék, azt láttam, mert ott egy kicsit olyan gyantás, ott csúszik, mint a vadállat, de ott se egyenesen csúszik, ha megcsúszik. Oh, Ken csúszik, anyám. Mit szoktak mondani erre az emberek? Tehát ez annyira über, hogy én ültem gyors dolgokba, meg múltkor láttam a Mihelyszes videót, hogy a Mihelyszt Tomi meg a Kispál Tamás, vagy Mihelyszt Norbi meg a Kispál Tamás hajtott, és azt mondták, hogy ez annyira durva ez a kocsi, hogy ők még ilyet nem próbáltak. Súly lóerő arányban ez az autó, ez a Kispál autóját megnéztem egy sajtótájékoztatón, ez jobb súly lóerő arányú kocsi, mint a Kispálnak a GP3-as széria formula autója. Az durva, mert ez azt hiszem 580 kg 280 ló, ez meg 470 kg 300 ló. Nagyon köszönöm a meglepkék, mert életem top 3 élménye között van az, hogy ezt ki lehetett próbálni. Én előre nem lesz még rá lehetőség. És a top 3-ban benne van a szüzességem elvesztése is egyébként. Tehát amellett ez hát iszonyú brutális, nagyon jót köszönöm. És a következő adásban visszatérünk meglepkék a motorozáshoz. Ugye lesz egy meglepetésetek, amit én okozok most embereknek, ugyanis lesz egy óriási szágoldozás, erről többet nem árulhatok el. A következő adást figyeljetek, és jön egy igazi, nagyon-nagyon brutál végsebességes dolog, amiben bárki részt vehet.